Centiken múlt, de a hármas hajóba nevező csapat nyerte a futamot. A 9. Voluta nemzetközi vízi karnevára ellátogatók izgalmas versenyeket láthattak. A megmérettetésre különböző cégek jelentkeztek. A sárkányhajózás remek csapatépítő tréning, a résztvevőket a versenyzés izgalma is hajtotta. Nagyon jó hangulat van, de amikor közeledik a mi időnk, akkor mindig egyre izgatottabbak vagyunk, de más csapatok sikereinek is tudunk örülni, mert rengeteg csapatba ülnek ismerőseink. A cégek mellett baráti társaságok is versengtek a hétvégén. Benne van a feszültség, az izgalom, tehát nagy a hajrá, mindenki szeretne nyerni nyilván. A megmérettetésre nem csak a környékről jelentkeztek résztvevők. Számos olyan csapat is indult, akik az ország más részeiről érkeztek, és minden évben elindulnak a vízi karneválon. Sajnos nem vagyunk egy nagyon jó összeszokott csapat, ugyanis csak ilyenkor ülünk csónakba. Tegnap volt alkalmunk egy órát gyakorolni. Ahhoz képest meg vagyunk elégedve magunkat. Az egyik futamgyőztes csapat szerint a hangulatra idén sem lehetett panasz. Minden évben szívesen jönnek Moson-Magyaróvára. Idén szeretnének a tavainál jobb helyezést elérni. Ötödikek lehetnénk hátulról, akkor már azt hiszem azzal elégedettek lennénk. Tavaly egyébként egyel utolsó előttiek voltunk, az is egy nagyon szép eredmény volt, hiszen a vigaszágat megnyertük. A vízen zajló izgalmakat fokozta a szurkoló táborok lelkes buzdítása. A parton volt olyan néző, aki fájó szívvel nézte a futamokat, mivel a korábbi években ő is evezett a volután. Szerintem nagyon jó, mindig sok ember van itt. Úgyhogy én is évek óta kijárok, meg versenyeztem is több évig is, úgyhogy itt mindig jó szerintem a hangulat, ez a három nap. Az az igazság, hogy mi szoktunk tisztatúrán részt venni kenuban, meg a múlt héten, meg előző héten a sziget közben is kenuztunk, úgyhogy hát tudok én is evezni, úgyhogy érdekelnek a vízisportok. A szombati napon az amatőrök, vasárnap a diákok ültek hajóba. A versenyek a kisebb ütközések ellenére rendben és sportszerűen bonyolódtak le. Az igazságosabb futamok érdekében idén több kategóriát is felállítottak. A két nap alatt több mint 1000-en ültek hajóba a Mosoni Dunán. Az estéken pedig a zenéjé volt a főszerep. A helyi előadók mellett pénteken és szombaton országos hírű együttesek is színpadra léptek.